Beszélgetésünk előtt egy rövid felvezetés, itt vagyunk a magiszteriskolában, és sportnyelven szólva Kerekesnél lévő Erika szögre akasztotta az igazgató iroda kulcsát, és természetesen lett egy utód, mert szeretettel köszöntöm Demeterné Berencsi Tündét, és már most, mint igazgatói posztban köszönthetlek. Légy szíves, egy rövid bemutatkozót magadról. Akkor még egyszer, Demeterné Berencsi Tünde vagyok, 52 éves, Nyíregyházán élek a családommal, férjezett vagyok, két gyermeket nevelünk, ők már inkább felnőttek, a nagylányom Budapesten él, idén kezdte a pedagógus szakmát, a fiunk pedig Debrecenben tanul közgazdásznak. Ugye végzettségemet tekintve pedagógus vagyok, az akkori Besenyei György tanárképző főiskolán végeztem 92-ben, francia nyelv és történelem szakon. Elkezdtem a pályámat, mint pedagógus Nyíregyházán, az akkor még létező Hunyadi Mátyás általános iskolában. Azonban a gyerekeim születése után ez úgy alakult, hogy oda már nem léptem vissza. Az iskolának jelentősen csökkent a létszáma, a pedagógus létszáma. Úgyhogy Budapesten folytattam a munkámat. A Nemzeti Tankönyv Kiadó megyei szakreferense lettem. Ez ugye egy ingázó munka volt, bejárni a megyét, illetve Budapestre feljárni az értekezletekre, kapcsolattartás véget, és aztán 2010-be kerültem ide Tiszavasváriba az iskolába dolgozni. Történelmet, franciát tanítottam, mert kezdetben itt az is volt, aztán erkölcstant, ami majd később etika lett, és aztán szépen haladtam végig a ranglétrán, pedagógus, majd munkaközösségvezető voltam hosszú éveken keresztül, 8 évig. Az elmúlt tanévben már tagintézményvezető helyettes voltam, és aztán rám köszöntött ez a szép lehetőség augusztustól. Ahogy elmondtad, 12 éve vagy itt Tiszavasváriban, a mi ismerettségünk sem új keletű, hiszen valamikor még narrátor hang is voltál a városi televízióban. Igen. Felmerült a kérdés, hogy hát nem úgy kerültél ide, hogy ki lett írva egy igazgatói állásra pályázat, és megpályáztad valahonnan, hanem itt rendesen végigjártad a ranglétrát. Igen. Mikor 2010-ben ide kerültem, akkor ugye ez egy másfajta közeg, egy, hogy Nyíregyházához van az ember szokva, egy kisebb léptékű város, azonban a feladat azt gondolom, hogy összetettebb. Abban az évben nagyon nehéz helyzetbe kerültem, ugyanis egy férfi kollega elment, és egy 8. osztályt kaptam elsősorban és első körben a nyakamban, tavasszal, és az ő ballaktatásukkal kezdtem. Éveken át következtek az osztályok egymás után, és aztán jött a munkaközösségvezetés, ami egy igencsak összetett és komplex feladat volt. Ezáltal azért az ember már vezetés közelbe került, beleláttam az iskola vezetés munkájába, és aktív részese is voltam. És aztán én azt gondolom, hogy erre szokták azt mondani, hogy valaki így kinevelődik vezetővé, aztán a múlt évi tagintézmény vezetés már ennek talán egy előszobája volt. És akkor, amikor jött a váltás, a helyzet, hogy Erika úgy gondolja, hogy ő már a nyugdíjas éveit tovább úgy szeretné folytatni, hogy mégis maradna, de tanítónéniként, akkor itt maradt a helyzet, és a fenntartó felkért engem a tagintézmény vezetésére. Nem mondom, hogy egyből bólintottam, mert azért hosszan-hosszan gondolkoztam. Más az nem helyiként beülni egy tagintézmény élére, fölvállalni egy iskolát és óvodát, és nem egy kis létszámú iskoláról beszélünk, mert akárhonnan nézzük, nálunk 430 tanuló van. Az óvodában pedig 160 óvodás, tehát ez közel 600 főt jelent, nagyon sok felnőtt dolgozóval. Gondolkoztam, és arra a megoldásra jutottam, hogy ha már itt az éveket végig tapostam, és nagyon sok mindent láttam, tapasztaltam, és megvan irántam a bizalom, akkor én ezt a bizalmat megköszönöm, és elfogadom ezt a megbízást. Aki szokta nézni a műsorunkat, az tudja, hogy nálunk nincsenek tabu kérdések, nyíltan beszélgetünk dolgokról. Mindjárt eszembe is jutott, vagy felvetődött az a kérdés, hogy mi inspirált, hogy mondjuk ki, hát ide jönni egy cigányiskolába Nyíregyháza után, és itt ragadni, és itt vezetői állást vállalni. Tehát ez kell bármiféle affinitás, vagy pedig mi volt az, ami miatt így döntöttél?
Akkor, amikor én eljöttem a tankönyvkiadótól 2008-ban, akkor ott egy szerkezeti váltás volt. Én azt gondoltam, hogy annak már nem szeretnék a részese tovább lenni. Ugye ott a tankönyvkiadónak már ez a működésének igazán a vége volt. Kerestem állást, de az az időszak volt, amikor Nyíregyházán ezt elég nehéz volt összehozni, hogy valaki bekerüljön egy iskolába, és ahogy az álláshirdetéseket böngésztem, akkor találkoztam egy tiszavasvári álláshirdetéssel. Megpályáztam, és én emlékszem, amikor először kijöttem az állásinterjúra, és szembeültem itt a vezetéssel, az akkori vezetéssel, és vázolták az iskola feltételeit, a gyerek összetételt, a szülői hátteret, akkor én, ahogy szokták mondani, olyan nagy mellénnyel mondtam, hogy ismerem én a cigány gyerekeket, Nyíregyházán is egy olyan iskolában kezdtem a pályámat, ahol voltak cigány gyerekek. Azonban a kettőt nem lehet összehasonlítani, egyik település sem a másikhoz, egyik roma közösséget sem a másikhoz, de akkor, amikor ide kerültem, és az a megbízás, hogy tavasszal rám bíztak, ahogy én szeptemberben elkezdtem az évet, majd tavasszal rám bíztak egy ballagó 8. osztályt. Az nem csak egy nagy falat volt, hanem az egy szeretett kapocs volt a gyerekek felé. Kihívás is volt számodra? Hát hogyne. Főleg egy akkoriban, főleg fiú osztály, tehát egy olyan 80%-ban fiúkból álló osztály, akik nehezen léptek ezen keresztül, hogy 8. kaptak egyébként is új osztályfőnököt, illetve még őtőle is el kell köszönniük, mert hogy a kolléga máshol folytatta tovább a pályáját. Igen, kihívás volt, de én azt gondolom, hogy mi egymást segítettük a gyerekekkel. Ők belém kapaszkodtak, én meg beléjük. Mellettük tanultam meg igazán, mi az, hogy osztályfőnöknek, hogy vezetőnek lenni. Pályám elején a Nyíregyházi Hunyadiban is volt osztályom, de más az pályakezdőként ezt megélni. És aztán, ahogy teltek az évek, és jött a bizalom, hogy osztályfőnök lettem, itt nagyon szoros kapcsolatok épültek ki. Ez mindig nehezen indul, és sajnos mindig sírással zárul, mert akkor, amikor elengedjük a kezüket, vagy legalábbis én így élem meg, akkor én sírva engedem el őket, mert megállapítjuk mindig a szülőkkel, hogy ezek a gyerekek a mi közös gyerekeink. A kezembe adják őket, rám bízzák a sorsukat, én pedig úgy szeretem őket, mint a sajátjaimat. Igen, mondják, sokan nem tudják ezt csinálni. Szeretni kell, erre szoktam mondani, ez egy szerelem szakma. Nem volt nehéz az, hogy azért egy 8. fiúnál már a hormonok beindulnak, te meg oda kerültél hölgyként, tehát ilyen jellegű konfliktusok adottak, vagy pedig tudtad kezelni a dolgokat? Nem vagyok egy megijedős típus, és ez biztos, hogy előny. Akkor, amikor először találkoztam velük még évelején, és még akkor ugye szó sem volt róla, hogy egyszer az én osztályom lesznek, vagy én fogom őket ballagtatni, már ugye, ahogy szokták mondani, kóstolgattak. Egy mint nő, mint frissen ide került pedagógus, akit addig nem ismertek, harmadik, hogy nem helybeli, és máshonnan származik, megpróbálták természetesen, csipkedtek, beszóltak, de én folyamatosan próbáltam magam erősíteni, hogy igenis, ha felemelem a fejem, és megmutatom, hogy igen, itt azért vannak határok, amiket be kell tartani felnőtt és tanuló között, akkor ez fog menni. Voltál úgy, hogy szembe kellett nézni azzal, hogy például mások sajnálkozva említették, hogy magiszterbe tanít, az ó. Igen. Igen, ezt nem csak itt éltem meg ebben a városban, hanem a családomban, a nyíregyházi közegben, barátok, egyáltalán a bűvebb ismerettségi körben többen megkérdezték, igen, hogy mondd, komolyan gondolod egy roma iskolában? És én azt mondtam, hogy nem, komolyan gondolom, de ez nem egy roma iskola, ez egy iskola. Én nem azt nézem, hogy milyen a bőrszíne, hogy honnan jött. Gyerek, gyerek, vagy ahogy mondják, darab, darab. Nekem teljesen mindegy, hogy most kínai gyerek ül előttem, vagy éppen egy japán gyerek, vagy egy roma gyerek, vagy egy magyar gyerek. Neki rám van szüksége, nekem meg rá, és aztán ezt leküzdjük ezeket a korlátokat. Olyan érdekes, mert most így, hogy beszélgetünk,
most tisztára azok az emlékek jönnek fel, amikor még Erikával, Léva Erikával beszélgettünk, és ő is olyan szeretettel beszélt a munkájáról, a itt tanuló gyerekekről. Na hát te dettó, ez elengedhetetlen, ehhez a poszthoz is, meg maga az iskolához is? Igen, igen, én azt gondolom, hogy ezt csak szívvel, lélekkel lehet csinálni. Nagyon sokszor gondolkoztam rajta, hogy vannak persze nehezebb napok, könnyebb napok, de nekem nem volt olyan nap, hogy ne jöttem volna úgy, hogy akármilyen is ez a nap, kihozom belőle a legjobbat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem sírtam, és nem voltak mély pontok. Volt sírás azért, mert azt gondoltam, hogy nem megy, mert van egy probléma, amit esetleg gyerekekkel kapcsolatban nem tudok megoldani, de mindig kerestem az újabb utat. Tehát soha nem voltam úgy, hogy akadályba ütközök, jön a fal, és megfordulok, hanem mint az útvesztőben keresem a következő utat, de ez csak úgy lehet, hogyha szeretem őket. És kialakult egy nagyon érdekes kapcsolat a gyerekek között, mert a névhasználaton is ez látszik. Amikor én ide kerültem, akkor ugye először még csak tanárnő, nagyon sokszor tanárkinya, ahogy ők a saját romani nyelvükön mondják. Tudsz egyébként cigányul? Igen, igen, hát azért az ember elles tőlük. A túlzás, hogy tudok, közel néhány... Van, igen, nagyon sok szó közös. Vannak rokon szavak. Szóval visszatérve oda, hogy ez egy olyan szakma, amit szeretni kell, és akkor, amikor tanárkínjából már tündenéni lesz, vagy osztályfőnökként kicsúszik a szájukon, hogy, és egy ilyen gyors elszólásból, hogy anya, akkor azt már azt tudja az ember, hogy a helyén van. És asszociáltam olájba, vagy az anyácskára. Jaj, értem. És aztán, ahogy telnek, múlnak az évek, észreveszi az ember, hogy nem csak azok ismerik a nevemet, akiket tanítok, vagy tanítottam, hanem bejövök is, most is a pici elsősök, az egész kicsik is tudják, hallják a családban, otthon, a nagyobb tesóktól, és soha nem bántanak. Tehát Tisztelnek? Érdekes, én úgy érzem, hogy igen. És én talán még ezen fordítanék is egy kicsit. Tisztelnek, és azt gondolom, hogy elfogadnak és szeretnek is. Tehát bátran megkeresnek a problémáikkal, segítséget kérnek, vagy csak egyszerűen elmondják a gondolataikat, megosztják azokat a családi problémákat, amit tudni kell ahhoz, hogy megértsem a gyerek viselkedését. Igen, ezt büszkén vallom, hogy ez egy nagy előny, ez egy kincs, hogy bejön a szülő és megkeres. Akkor, amikor most tagintézményvezető lettem, egy osztálytól el kellett búcsúznom, ez az mostani 7. C osztály, akik most új osztályfőnököt kaptak, de nem telik el úgy nap, hogy a szülők meg ne állítanának az udvaron, elmondják, hogy nagyon örülnek annak, hogy én léptem a ranglétrán, de annak is örülnek, hogy tudják, hogy itt vagyok, a gyerekek közelében vagyok, ide bármikor bejöhetnek, és ha nem találják a jelenlegi osztályfőnököt, akkor rajtam keresztül üzennek. Tehát azt gondolom, hogy a bizalom meg a szeretet működik. Ha már említetted a szülőket, azok, akik nem tudják, hogy mi a helyzet itt, kívülállóként sincs rálátásuk az iskolára, azoknak mondd már el, hogy milyen a szülő, és például a te vagy a pedagógusok viszonya, mennyire tisztelik a szülők a pedagógusokat, illetve volt-e bármiféle atrocitás, amikor aminek nem kellett volna megtörténni, pont azért, mert úgy viselkedtek. Én azt gondolom, hogy konfliktusok mindenütt vannak, de ezeket én itt ebben a helyzetben, ebben az iskolában nem nevezném atrocitásnak. Természetesen a véleménykülönbségeket el kell fogadni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jól működő szülő-pedagógus-diák viszony van. Azért tudni kell, hogy az idejáró gyerekeket reggel a szülők kísérik. Még a nagyobbakat is, és addig a szülők nem mennek el az udvarról, ameddig nem látják, hogy 3:48-kor becsengetéskor biztonságban a gyerekek az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal bevonulnak az épületben. Vannak, akik még utána is egy-két szót ott váltanak, és utána indulnak haza, de ez kimondottan jó arra, hogy itt vannak reggel, hogy velünk pedagógusokkal beszélni tudjanak. Szoktak érdeklődni egyébként? Hát hogyne. Fontos számukra? Igen, igen.
Egy, hogy nagyon sok szülő már fontosnak érzi azt, hogy jelezze, miért nem jön a gyerek iskolába. Szól, hogy beteg, és mit mondott az orvos, körülbelül előre, láthatólag mikor jön. Szól, ha bármilyen családi probléma történik, haláleset van, valaki kórházba került, és teljesen természetes, hogy az ő kis családjukban, az, hogyha például egy nagyszülő bekerül a kórházba, ez igen nagy szó. Nálunk is nagyon fontos, de attól ugye megyünk tovább, dolgozunk, majd a délután elmegyünk a kórházi látogatásra. Itt azonban a gyerekekkel már este nem indulnak el, és akkor inkább elkéreztetik őket délben, hogy elvihessék őket ebéd után, mondjuk, hogy meglátogassák a nagypapát a kórházba. De elmesélik, például most ugye a szalagtűző kapcsán már szeptember elejétől lehetett hallani, hogy milyen ruhája lesz a táncos lányoknak, hogy a fiúknak a nyakkendő, hogy hol vették a zakót, elmesélnek mindent, hogy mi történik, beavatnak a családi titkokba, unoka születik, gyermeket várnak, és ez nagyon jó érzés. Természetesen vannak olyanok is, amikor abból a célból kell beszélgetni a szülővel, hogy a tanuló hiányzik, igazolatlanul hiányzik. Mindig tudja a szülő, hogy hiányzik a tanuló? Nem, nem. Azért ezek a gyerekek már 12 éves koruk után az otthoni közegükben felnőttnek számítanak. Ezt ki is használják, és több esetben azért indokolatlanul elellógnak az iskolából, és ezt a szülők nem tudják, tőlünk értesülnek erről, igencsak meglepődnek, de soha nem kérdőjelezik meg, amit mondunk. Tehát elfogadják, megmutatjuk a naplót, nézzék meg, be van írva a hiányzásuk, és nekünk az a lényeg, és ezt mindig tudatosítjuk, hogy nekünk az a lényeg, hogy együtt oldjuk meg ezt a problémát. Nem egymás ellen vagyunk, hanem egymásért. Tehát mi jelezzük, hogy a gyerek hiányzott, de azért jelezzük, mert azt szeretnénk, ha ez a hiányzás megállna, és nem azért, hogy majd ha súlyos következménye lesz, akkor mi a kezünket dörzsöljük. Nem, szeretnénk, ha minél előbb ez megállna. Tünde, beszélgettünk tanárdiák viszonyról, beszélgettünk tanár-szülő viszonyról, most beszélgessünk tanár-tanár viszonyról. Mire gondolok? Ugye igazgatóhoz egy igazgatóhelyettes voltál, de igazgató lettél, és tulajdonképpen azoknak a kollégáknak lettél a főnök, akikkel évek során együtt dolgoztál. Mennyire lehet így keménykezőnek lenni, vagy rendet fenntartani, vagy egyáltalán kell? Akkor, amikor felmerült a kérdés, és a fenntartó engem erre felkért, erre a feladatra, akkor ugye gondolkodási időt kértem, és nekem is ez kattogott az agyamban. Hogy fogom tudni megoldani? Aztán arra a megoldásra jutottam, hogy ez egy előny is valahol. Én 12 évig tanítottam közöttük, osztoztam a problémáikban, nevettünk együtt, sírtunk, ahogy ezt kell, segítettünk egymásnak. Én folyton segítséget kaptam, amikor ide kerültem. Tehát nagyon támogató és befogadó volt a közeg. És én azt gondolom, hogy ez csak így működik. Természetesen azt is el kell mondani, hogy nem mindenki szeret mindenkit, mint ahogy ez az életben is így van. Vannak olyan emberek, akik számunkra kevésbé elfogadhatóak, de azt gondolom, megtanuljuk ezt tolerálni, nem mutatjuk. A gyerekeknek is mindig ezt mondjuk, hogy legalábbis én ezt szoktam mondani, hogy a legnagyobb szabadság a gondolati szabadság, gondolhatsz róla azt, amit szeretnél, nem kell kimondani. Ne bántsd meg azzal, hogy te azt gondolod róla, hogy unszimpatikus, vagy éppen most mondhatnám úgy, hogy aj, de nem jó fej, vagy keresztbe tett nekem, ezt gondold magadba, de ne bántsd meg. Mondd azt, hogy bocs, nem egyezik a véleményünk, beszéljük meg. Akkor, amikor én tagintézmény vezető lettem, én az értekezleten is elmondtam a kollégáknak, hogy én mindennél jobban becsülöm az őszintességet. Be lehet jönni, vagy én is megyek közéjük, el lehet mondani a problémákat, de mindig a szemembe. Soha ne hátulról, hanem inkább legyen egy picit bántó, egy kicsit elgondolkodtató, egy kicsit kritikus, minthogy utólag tudjam meg, és az már kellemetlen, és ezt ilyen nagyon szépen elsimítottuk, és én azt gondolom, hogy így most eltelt jó bő másfél hónap augusztus közepétől,
ha vannak is olyanok, hogy valakit talán megbántok, akkor az nem abból adódik, hogy annak direkt oka lenne, hanem lehet, hogy egy szakmai nézeteltérés során az embernek más a véleménye, és ugye nem vagyunk egyforma temperamentumúak. Ki hamarabb mond ki valamit, ki jobban meggondol, de én nagyon igyekszem toleráns és megértő lenni. Természetesen partner vagyok a vitákban is, vagy a nézeteltérések megbeszélésében is. Akkor ezek szerint nem az a diktatórikus vezető vagy, aki az asztalra csap és leúrogja a beosztott fejét? Én nem hiszem, hogy ilyen lennék. Nagyon jó vezető társaim vannak, ugye a tagintézmény vezető helyettes Péntek Miklós kollégával nem csak hogy naponta, de szinte óránként megbeszéljük a zajló ügymenetet. Mind a ketten újak vagyunk ebben a dologban. Bár ő már a múlt évben is helyettes volt ugye mellettem, mint én is helyettes voltam, de ez most egy más felállás, illetve a két munkaközösségvezetővel is nagyon jó a kapcsolatom, és én azt szoktam mondani, és ezzel a kollégák is élnek, hogy nem tudnak úgy elmenni itt a folyosón, hogy ha még nincs is semmi probléma, belépnek, és lehet, hogy éppen nem a szakmáról, de két olyan mondatot, ami a családdal kapcsolatos, amit szeretne elmondani, ami pozitívum, annak én nagyon tudok örülni, és jó, ha emberként is, és nem csak szakmailag kapcsolódunk össze. Szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, aki segít. Na, de most fordítsuk meg, hogy a te, mint sikeres nő mögött áll a férjed, a Demeter úr. Igen. Hogyan tolerálja ez, hogy te dolgozol, hiszen ez nem kevés munkával. Igen. Igen, azért az évek alatt ő abba beleszokott, hogy én, ahogy szoktam mondani, magiszteres pedagógus vagyok. Akkor, amikor én ide kerültem az iskolába, ugye az én gyerekeim már felnővőben voltak, róluk ugye tudni kell, hogy a lányunk már 26 éves, most kezdte a pedagógus szakmát. Széles mellett... Hogy mit vállalt? Tiltani nem szerettük volna, látta az élő példát maga előtt, de a gyerek szeretete ettől sokkal nagyobb. A fiunk pedig 23 éves, és ő pedig Debrecenben tanul, közgazdásznak készül. Úgyhogy ők már elég nagyok voltak akkor is, amikor ide kerültem. Ahogy én szoktam mondani, önjáróak. Nem kellett értük oviba menni, a suliból is egyedül közlekedtek, külön órákra is egyedül jártak, és apára hárult már akkor is az a feladat, hogy addig, míg esetleg engem a busznál vár, mert nagyon sok esetben busszal közlekedem, akkor addig ő bevásárolt és elintézte azokat az ügyeket, postára szaladt ide-oda, ami szükséges volt. De ez így is maradt. Megteheti a munkája mellett? Megteheti, ő 8-tól, igen, 8-tól 4-ig dolgozik, egy műanyagipari cégnél dolgozik, és megteheti azt, hogy 4 órakor leteszi a lantot. Nem mondom, hogy unatkozik, mert egy hatalmas, hogy úgy mondjam, birtokon élünk, egy 6600 négyzetméteres nagyobb bacska birtoka miénk. Ja, de tudod, a személyzetet szolgálják a cserének. Persze, hát kimondottan igen is, és mikor hazamegyünk, akkor csak a teát kavargatjuk. Úgyhogy a rajta levő 100 gyümölcsfát is gondozni kell, de emellett ő elfogadta, hogy én ezt csinálom, és már akkor, amikor ide kerültem tanítani, én akkor is mindig rászántam az időmet a gyerekekre. Én soha nem voltam egy hamar hazaszaladós típus. Valahogy olyan, úgy adódott a helyzet, hogy minden osztályomnál a napközis kollégák nagyon jó partnereim voltak. Emberileg is jobban voltunk, és azóta is vagyunk, és én mindig megkérdeztem egy héten egyszer-kétszer, hogy ha fölmegyek hozzátok délután a napközibe, nem zavarok, tudok segíteni? És aztán úgy alakult, hogy lehet, hogy ők végezték a maguk napközis tevékenységét, és én hátul egy dekorációt segítettem kivágni, vagy csak bekapcsolódtam egy beszélgetésbe, vagy a házi feladat elkészítésében segítettem, de én nekem itt ragadtak a délutánjaim. És a férjem ebben nevelődött bele, hogy így mondja, ezt szokta meg, és mivel ő 4-ig dolgozik, Ezért így kapcsoltuk össze a napjainkat. Tehát sokszor belegondoltam, hogy szaladhatnék én is a buszhoz, mehetnék az autóval haza, de azért ismerve Nyíregyházát az ember csak tehetné a dupla köröket, mert hazamegyek, bevásárolok, utána jön ő is a másik autóval, tehát nem biztos, hogy gazdaságos. Nekünk ez is fontos, hogy az ember fölépítse az életét, hogy azért kicsit
kicsit észszerűsítse, logikusan építse fel. Nem volt titok, hogy ez a beszélgetés arról szól, hogy megismerjenek téged a városban azok, akik még nem ismertek, vagy esetleg mint ilyen pozban, tehát mint igazgató, belelássanak egy kicsit a munkádba, az életedbe. Hát én azt hiszem, ezt a könyvet sikerült kinyitni, így félig nyitott könyv lett az életed. Igen. És van esetleg még olyan, ami úgy gondolod, hogy más, a stílusodból adódóan kicsit másképp szeretnéd csinálni, mint ahogy Erika csinálta. Most nem azért, mert ő nem jól csinálta, hanem nyilván mindenkinek vannak elképzelései. Én azt gondolom, hogy azt a munkát, amit itt Erika elkezdett ebben az iskolában, én bizonyos módon tovább folytatom. Mi beálltunk egy magiszteres életvitelre, egy magiszteres gondolkodásra, azokat a módszertani fogásokat, amiket én itt tanultam meg, és sajátítottam el a kollégáktól, azt igen tovább visszük. Jó nyomon haladunk, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, és az a bizonyos translingváló módszer, hogy mi megengedjük a romani nyelv használatát a tanítási órákon, ezt is tovább visszük. Én ugyanúgy nyitva szeretném hagyni az ajtókat és a kapukat ilyen idézőjelesen, mint ahogy Erika tette, hogy ide bárkit szívesen várunk. Itt bármilyen vendégnek helyet adunk. Szívesen látjuk az érdeklődőket, és azt szeretném továbbvinni, hogy célirányosan olyan hely legyünk, aki felkészíti ezeket a gyerekeket a továbbtanuláson keresztül, nem csak arra, hogy egy szakmát tanuljon, hanem készüljön az életre. Tehát adjunk példát, jó tanácsot, segítséget, és azt gondolom, hogy ehhez jó úton vagyunk. Igen, szokták mondani, hogy a váltáskor bizonyos változások vannak. Igen, vannak olyan dolgok, amit lehet, hogy én máshogy gondolok, amit én talán szigorúbban veszek, de ez még csak egy kezdeti lépés. Az, hogy hogyan fog alakulni, a célt látom, és szeretnék egy olyan jó hírű iskolát, akit nem degradálnak le, akiről nem mondják azt, hogy csak egy cigány iskola, mert el kell mondani, hogy ez egy iskola. Ide gyerekek járnak, akik ha elmennek egy városi szavaló versenyre akár, elhozzák az első helyezést. Ha iskolai szavaló verseny van, és zsűribe meghívunk városi vendégeket, akkor mindig elismeréssel szólnak rólunk. Akkor, amikor működött, és szeretném újra, hogy legyen évenként magiszterkavalkád, hogy megmutathassuk, hogy nálunk is vannak tehetséges gyerekek, hogy ezt lássa mindenki, hogy igen, itt nem csak gyerekanyag van, tudás van, tehetség van, és azt a tehetséget ki kell bontani. Egy útja van, ide a gyereknek szeretnie kell járni. Tünde, kijelentetjük azt, hogyha a fenntartó nem dönt másképp, akkor én nem mész nyugdíjba? Kijelenthetjük. Én ide tervezem a jövőmet, én jól érzem magam, én azt hiszem, hogy a Tiszavasváriban is kezdettől fogva elfogadtak, befogadtak. Ahová megyek, engem mindenütt szeretettel fogadnak, és én még soha nem ütköztem falakba, mindenkivel megtaláltam a hangot, és ez nagyon jó érzés. És igen, ha már elkezdtem valamit, akkor szeretném itt befejezni. Szeretném azt, hogy legyen ennek egy íve, lássak egy folyamatot, és lássak egy sikert létrejönni. Na, ehhez kívánom sok sikert és jó egészséget! Nagyon szépen köszönöm!